Mikor mondhatjuk a kutyáról, hogy neveletlen? Szerintem neveletlen egy kutya, hogyha kéretlenül oda megy idegenekhez, hogyha kéretlenül oda megy idegen gyerekhez, az ugye pláne mindig egy sarkalatos pont, de itt igazából mindenkinek magának kell elhatározni, hogy mi az, ami neki még belefér, és neki már nem fér bele. Nem biztos, hogy úgy alakítjuk ki a legjobb és a legkellemesebb kutya-gazda kapcsolatot, ha nagyon sok mindent megengedek a kutyámnak. A szabályok bevezetése az igencsak fontos, de ha én együtt tudok azzal élni, hogy ő mindig rám ugrál, amikor hazamegyek, és összesározza a ruhámat, és eltépi a harisnyámat, stb., és ez nekem nem baj, ha meg tudom akadályozni, hogy ezt másokkal is megtegye, engem ez nem zavar, de azt azért jó, ha észben tartom, hogy más szituációkban is akkor engedetlenkedni fog adott esetben a kiskutyám, például amikor a négysávos út mellett próbálom őt behívni, de ő úgy dönt, hogy inkább macskázni menne, úgyhogy ezeket mindig ilyen szemmel is meg kell vizsgálni. Én azt mondom, hogy egy kutya akkor neveletlen, hogyha másokat zavar. Nyilvánvalóan, hogyha otthon fölugrik a pultra és megeszi az ételt, az sem egy kellemes dolog, de amíg ez a gazdát nem zavarja, addig ezt a szituációt nem lehet megoldani.